Nem lesz több szemműtét. Az egynapos személyzet működési engedélyét visszavonta a hatóság. Már a fideszesek is tagjai a bizottságoknak, és kisebb vita után döntöttek arról is, hogy Budaörs csatlakozik a Szabad Városok Szövetségéhez. Emelkedtek az árak az uszodában, de megmaradt a budaörsiek kedvezménye. Az intézmény vezetőjét, Székely Bulcsot arról kérdezzük, hogy a szolgáltatások is bővülnek-e. Kezdődik a Városi Magazin. A stúdióban Kálai Lajos. Nem lesz több szemműtét Budaörsön, legalábbis egy ideig biztosan. Jó estét kívánok! A Pest megyei kormányhivatal visszavonta a Budaörsi Egészségügyi Központ egynapos szemészeti sebészetének működési engedélyét a decemberben ott végzett szürkehályog műtétek utáni fertőzések miatt. Akkor 12 betegen kellett utólagos szemműtétet végrehajtani a János kórházban. Azt még nem tudni, hogy mi lesz a többi egynapos beavatkozással. A decemberi fertőzés után egyébként 5 millió forint bírságot is kirottak az intézményre. A szakrendelőben történtek, a szerdai testületi ülésen is szóba kerültek, sőt, hosszan vitáztak is róla, annak ellenére, hogy a téma nem is volt napirenden. Még egy fertőzött beteg is hozzászólhatott, aki azt mondta, hogy a műtétre várva többen éreztek csatornaszagot, és ő egy szakadt lábzsákot kapott. Ugyanakkor elismerte a műtétet végző orvos profizmusát. A megszokottaktól eltérően alapvetően egy téma, az egynapos sebészeten 2019. decemberében történt fertőzés és annak politikai hozadékai kerültek terítékre a képviselőtestület januári rendkívüli ülésén napirendelőtt. Azt tudni kell, hogy az egynapos sebészethez az önkormányzatnak semmiféle jogköre, hatásköre nincsen. Az egy olyan tevékenység, amit egy magánszolgáltató végez engedélyek alapján és az ANTS nagyon szigorú felügyelete mellett. És természetesen ettől függetlenül minden, ami Budaörsön történik, azért a város és én magam is felelősséggel tartozunk, tehát ez egy alapvető kérdés, hogy nyilván, ha egy ilyen szomorú eset történik méghozzá ilyen nagy számban, akkor ezzel foglalkozni kell. Azért itt is egy pillanatra érdemes megállni. Ez a doktornő az elmúlt 15 évben mintegy 10 000 ilyen műtétet végzett Budaörsön, és ebből a 10 000 műtétből kettő komplikáció volt, ez 2%. Ez nem csak, hogy töredéke a magyarországi egészségügyi ellátással kapcsolatos műtéteknek, hanem jelentősen az európai átlag alatt marad. Azt kell mondanom, hogy bár ez teljesen egyértelmű, hogy azt a 12 embert nem vigasztalja, de még azzal együtt is az ő mutatója sokkal jobb, mint az európai adatok. Az más kérdés, hogy hogyan történhet egy ilyen eset, hogy egy nap 12 ilyen komplikáció adódik. Nyilvánvaló, hogy erre az ANTS-nek és a nyomozásnak majd választ kell adni. Ezt a doktornő is, én magam is és az intézmény is nyilván nagyon szeretné érteni, hogy igazából mi történt itt. De nem csak a felelősség okán van az, hogy meglehetősen aggodalommal figyeli mindenki ezt. Az én számomra ez egyébként egy személyes problémát is jelent, hiszen egy több évtizedes jó barátom azok közé tartozik, a közé a 4, most már lehet, hogy 5 személy közé, akiknél maradandó károsodás is elképzelhető. Vele is folyamatosan tartom a kapcsolatot, pontosan azért, hogy beteg oldalról is legyen információm, mert hogy azért azt tudni kell, és ez egy nagyon fontos kérdés, mert ugye ezzel kapcsolatban is, hát hogy is mondjam, nem túl jó szándékú megjegyzések elhangzottak, hogy az egészségügyi központ sem a betegek kilétéről, sem a betegek állapotáról tájékoztatást kívülállónak nem adhat. Ezt szerintem minden józan épeszű ember tudja, ezt legfeljebb azok nem tudják, akik ezt más célra kívánják felhasználni. Vittinkov Tamás az összefoglalójában hangsúlyozta azt is, hogy döbbenten figyelte azt a kormánypárti médiában látható, hallható szándékos dezinformációt, amit az üggyel kapcsolatban megjelentettek, és elítéli azokat a bűncselekményeket is, amelyeket egyes sajtóorgánum képviselői elkövettek az intézményben. A város polgármestere jelezte, hogy ahol kell, ott meg is teszik a szükséges jogi lépéseket. Ezt követően ismertette azt a levelet, amelyet a Pest megyei kormányhivatal illetékes képviselője küldött neki tájékoztatásul az esettel kapcsolatban. A Pest megyei kormányhivatal, tehát félreértés ne essék, a kormányhivatal érdélyjárása hivatalától kaptam ezt a levelet, amiben a következő szerepel.
Dr. Katona Ildikó járási tisztifőorvos asszonynak küldött levelével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom. A JAM Consulting ZRT-vel szemben indított eljárással kapcsolatban osztályvezető asszony jelzése mindössze arra vonatkozott, nevezetesen, hogy miért nem tájékoztat engem, hogy folyamatban lévő hatósági eljárásról ügyfélnek nem minősülő szervnek, személynek nem adhatunk tájékoztatást. Remélem világos mindenki számára, akik mindenféle mást állítottak, még csak ügyfélnek sem minősül az önkormányzat. Nemhogy sem fenntartója, sem működtetője, sem felügyeleti szerve nem ennek az intézménynek, még csak ügyfél sem ebben az esetben, mert itt egy olyan esetről van szó, amiben az ANTS-nek van felhatalmazása, hogy eljárjon. Tehát tény az, hogy az Érdélyi Járási Hivatal az egynapos sebészet szemészet szakmai működésével kapcsolatban eljárást indított 2020. január 23-án, és hozzáteszi, mindez tehát nem érinti az önkormányzati feladatellátás szempontjából lényeges egészségügyi alapellátási feladatokat, a szakrendelői működést, azaz a lakosság részére területi ellátási kötelezettséggel nyújtott közszolgáltatások a központban továbbra is zavartalanok. Vagyis az a rész, amire az önkormányzatnak szerződése van, amivel kapcsolatban az hazug állításokkal ellentétben közbeszerzéssel jelölte ki a működtetőt, a szolgáltatót, az a rész továbbra is zavartalanul működik. Az eljárás egy olyan szolgáltatással, az egynapos sebészet szemészeti eljárásával kapcsolatban folyik, amiben az önkormányzatnak semmiféle hatásköre nincsen. A tájékoztatóra Cucor Gergely fideszes önkormányzati képviselő is reagált. Nekem olyan információm van, hiszen maguk a betegekből érkező érintettek voltak, akik megkerestek, hogy már nem 12, hanem 13 paciensről beszélünk, de ezt majd pontosítani kell, csak 12-en mentek el 22-ből a János kórházba, és egy 13. sortársuk pedig máshol keresett gyógyulást. A tőlük érkezett véleményeket próbálom most is idehozni nagyon gyorsan, röviden. Az első, amit szeretnék leszögezni, hogy az emberi oldala az, ami nekem fáj az egészségügyi központ részéről, hogy karácsony előtt történik ez a baj valakivel, és az ő elmondásuk alapján nincs érdemi megkeresés feléjük. Tehát valóban a doktornő, aki ugye a János kórházban is tevékenykedik, ő foglalkozott velük, amit lehetett, elkövetett, de maga a cég, az egészségügyi központ nem kereste meg ezeket a bajba jutottakat, holott ez a lehetőség nekik nyilván, mint az adatok birtokosa, nyitva állt volna. Ide vagy oda, karácsony vagy szilveszter, az emberi része. A másik, az önkormányzatnak a gesztusát hiányoltam, hogy ajánljuk föl legalább a lehetőséget egy honlapon keresztül, hiszen ott van a budaörsi honlap, hogy aki bajba jutott és segítségre szorul, az nyugodtan ezen és ezen a számon kérhet segítséget. Ez csak egy emberi tényező, amit szerintem lehetett volna, és kellett volna nekünk az önkormányzat részéről elkövetni, vagy legalábbis a lehetőséget biztosítani. Hogy mennyire vagyunk felelősek önkormányzatként, én úgy tudom, hogy maga az épület a tulajdonosa továbbra is az önkormányzat, tehát szerintem ez a felelősség továbbra is megáll. És a polgármesteret kérdezem, hogy továbbra is szabotázs akciónak tartja, mert volt egy ilyen nyilatkozata, vagy Facebook kommentje, hogy ez a tragédia, ez valami szabotázs akcióra vezethető vissza. Nem lep meg, hogy képviselő úr semmit nem értett abból, amit elmondtam, és abból a levélből sem, amit föltett nekem, és arra világos választ adtam. Szerintem, amit az ülés előtt elmondtam, ha a képviselő úr majd este végignézi, akkor választ fog mindenre kapni. Vitinkov Tamás jelezte, hogy ő sehol sem beszélt szabotázs akcióról, de a történtek sok szempontból elgondolkoztatóak. Löffler Dávid fideszes képviselő kérésére szót kapott az egyik érintett beteg is, aki a nevét nem árult el a grémium előtt. Mindannyiunknak az életéből letört egy darab. Azt el tudom mondani, hogy ebbe az intézménybe 12-ből körülbelül 10-en éreztük a csatornaszagot. Én szakadt lábzsákot kaptam. Olyan esemény is történt, hogy a műtő előkészítőbe asszisztensnőt elvitték vérvételre. Én egyetlen egybeértek egyet polgármester úrral, hogy a műtétet végző orvos az profi volt. A műtétet végző orvos megtett mindent az érdekünkbe, és polgármester úr tévedésben van, mert nem a Katona nevű hölgy illetékes érden, hanem tegnap kaptam a dr. Vas Csaba
fővárosból, ő az illetékes, amit a jegyzőnek el is küldtem, talán a képviselőknek is elküldték. És sajnálom, hogy ebből politikai ügy lett, és én úgy érzem, polgármester úr ismer engem, hogy én nagyon messze állok a Fidesztől, de most a kormánypárti lapok igazat mondanak. A kormánypárti lapok a fideszes elnöknek a hazugságait mantráztak hosszú időn keresztül az önkormányzat felelősségét illetően, amennyiben ön szerint ezek igazak, akkor ön is ezt a valótlanságot erősíti meg. Természetesen a baktériumok azok nem pártpolitikai állásúak, semmilyenféle pártállásuk nincsen. Az, hogy hogy kerülnek a műtőbe, az sem pártállástól függ. Az, hogy az ember egy műtét után kit keres meg, az bár adhat bizonyos támpontot arra, hogy az ember értse azt, hogy ezzel kapcsolatban mi a szándék. Azt mondja az úr, hogy a műtétet egy dologban ért velem egyet, hogy a műtétet végző orvos profi volt. Én is így gondolom, senki másra nem bíznám a szememet, a gyerekeimét sem, és magam ugyanitt műtetném meg magam, ha ilyen helyzet lenne. A vita természetesen nem hozott megoldást, talán majd a hivatalos vizsgálatok után születik mindenki számára elfogadható eredmény. A napirend előtti vita után beválasztották a bizottságokba a fideszes delegáltakat, így most már ők is szavazati joggal vehetnek részt a szaktestületek tanácskozásain. A frankegyi részönkormányzat egyik képviselőjének megszűnt a tagsága, mert nem adta le időben a vagyonnyilatkozatát. És kisebb vita után döntöttek arról, hogy Budaörs csatlakozik a Szabad Városok Szövetségéhez. Ezt a jelenlévő két Fidesz-KDNP-s képviselő nem támogatta, a gazdakör képviselője pedig tartózkodott. Rendkívüli ülésen választották meg a város 6 bizottságának teljes tagságát. Ebben már szerepeltek a Fidesz-KDNP-s és az általuk javasolt külsős képviselők is. A döntést minden egyes képviselő támogatta. A döntést követően a törvényi előírásoknak megfelelően az érintett külsős tagok esküt is tettek a grémium előtt. Döntöttek dr. Prohászka Zoltán Ferenc frankhegyi részönkormányzati tagsági viszonyának a megszüntetéséről is. Hogy erre miért került sor, arról Vitinkov Tamás adott tájékoztatást. Az történt, hogy a vagyonnyilatkozati tételi kötelezettségnek van egy határideje, ez azt jelenti, hogy január 8-áig meg kellett volna ezt tenni, miután ezt nem tette meg, a törvény erejénél fogva a tagsági jogviszonya megszűnt, és 3 évig nem tölthet be olyan tisztséget, melyhez előírás a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség. Erről nekem tájékoztatni kellett a képviselő testületet, mert különben ugye itt is aztán majd mindenféle félreértés lehet, meg esetleg újságcikkek, meg a jó ég tudja még micsoda. Kisebb politikai pengeváltás azt követően bontakozott ki az ülésen, hogy Vitinkov Tamás BF és polgármester ismertette a Szabad Városok Szövetségéhez történő csatlakozásról szóló előterjesztést. Én az előterjesztésnél pár dolgot szeretnék kérdezni. Az egyik, hogy kik vagy mely települések csatlakoznak ehhez a szövetséghez, mit lehet erről a szövetségre tudni, és hogy esetleg jár-e valamilyen kötelezettséggel ez a csatlakozásunk. De bárki bármit tud erről, mert az előterjesztésből a politikai deklaráción kívül túl sok nem derül ki. Ez lényegében egy olyan koordinációs szerv, ami az október 13-i választások utáni önkormányzatok egy részének elgondolásából származik. Gyakorlatilag a közös ügyek mentén olyan közös megoldásokat keresünk, ami szerintem mindenki számára előremutató lesz, vagy lehet ilyen például a fővárossal, Érdellel és társaival már folyamatban lévő megállapodások vagy tárgyalások, és szerintem ennek jó következménye és jó végeredménye lehet. Egy politikai deklaráció, ami ugye magukat szabadnak vallók tesznek, de hogy kérdezem, hogy például Erzsébet város részese lesz-e ennek az együttműködésnek. A minap jött le az a számunkra rémisztő, és szerintem a közösség számára is hajmeresztő mondat, hogy Niedermüller Péter polgármester azt mondja, és talán részese lesz ennek a SVS nevű együttműködésnek, hogy ott maradt egy rémisztő képződmény középen, ezek a fehér keresztény heteroszexuális férfiak, esetleg nők is vannak közöttük, ugye ezt már folytatja, tehát hogy ilyen emberrel szeretnénk együttműködni a szabadság jegyében. Niedermüller Péter az egy város. Jó, csak azért kérdezem, mert hogy itt településeknek az együttműködéséről van szó. Mellesleg én nagyon szerencsétlennek tartom azt a mondatot, amit Niedermüller Péter mondott, és a
magyarázkodást is nagyon szerencsétlennek tartom, ugyanakkor értem, hogy mit mondott. Tudnék, amit mondott, az nem az, amilyen módon te is interpretáltad, meg amilyen módon a kormánypárti média is interpretálja. Ha csak azt a mondatrészt mondjuk el, ugye ez a tipikusan az a része a dolognak, hogyha egy szövegkörnyezetből kivágunk valamit, akkor az bizony nagyon hülyén is hangozhat, és Niederbünder Péternek van felelőssége abban, hogy nem mondjon olyan mondatot, ami, hogyha önállóan idézik, akkor mást fog jelenteni, mint hogyha a szöveg környezetébe idézik. Az a szomorú vagy jó hírem számodra, hogy Niedermüller Péter egy fehér, keresztény, heteroszexuális férfi, aki ennek vallja magát. Én nem érdeklődtem sem a szexuális irányultsága, sem a politikai, sem a vallási nézete iránt. Ő pusztán azt mondta el, hogy szörnyű az, ami ma Magyarországon történik, ahol a miniszterelnök az évelei beszédében olyan szinten uszít a társadalom egyik csoportja ellen, ami elfogadhatatlan egy demokratikus országban, egy jogállamban másnap már nem lenne miniszterelnök. A testület végül 11 igen, 2 nem és 1 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést. Székely Bulcsú van itt ma este, aki a BVUSS, vagyis a Budaörsi Városi Uszoda Sportcsarnok és Strandigazgatója. Jó estét kívánok! Hát kezdjük egy negatív hírrel. Január 1-től emelkedtek az árak nagyságrendileg 15%-kal. Miért? Hát azért azt hozzátenném, hogy a budaörsi lakosoknak nem 15%, tehát az kb. 8%-os emelkedés. Hát az árváltozás az valahol mindig az üzemeltetés finanszírozási részéhez köthető, hogy nyilván nekünk is folyamatosan drágulnak a terheink, egyre több a többe kerül a csarnok, meg az uszoda üzemeltetés, és itt nem csak a különböző szolgáltatások áremeléseire gondolunk, ami ugye érinti a létesítményt, hanem a munkabér növekedés, de ugyanúgy említhetném az állag megóvásra fordítandó összegeket, ugye az is, ahogy korosodik az épület, egyre többe kerül, és nyilván ezeket elő kell teremteni. Ennek a költségvetésnek egy részét azt az önkormányzat a saját erejéből, és tényleg csak jót tudunk mondani, tehát egy nagyon jól együttműködő partneri viszonyunk van, azt, amit tud, azt megtesz, de rá vagyunk utalva, hogy a saját erőnkből is próbáljuk ezeket valahogy megoldani. Mennyire vannak rá utalva a saját bevételekre? Tehát amikor épült ugye az uszoda meg a sportcsarnok, már akkor is mindenki mondta, hogy ezt nullára nem lehet kihozni, az önkormányzatnak mindig bele kell nyúlni a zsebébe. De nyilván önnek meg az a feladata, hogy minél több olyan rendezvényt hozzon be, ami meg pénzt hoz. Ha őszinte akarok lenni, akkor nincs a világon olyan uszoda, amelyik nullás vagy profitot hoz. Van, aki ezt kommunikálja magáról, de nem igaz. Tehát lehetetlen kihozni. Nyilván a mi célunk az, hogy egy sokkal inkább piaci gondolkodással próbáljuk megüzemeltetni ezt a létesítményt, ami azt hozza magával, hogy figyelnünk kell a szolgáltatások minőségére, színvonalára, a szolgáltatások bővítésére, az egyéb olyan járulékos dolgokra, ami érinti a vendégeket, bérlőket, és meg kell próbáljuk, nyilván az önkormányzati támogatás mellett meg kell próbáljuk a lehető legnagyobb részt mi magunknak megteremteni. Én egyébként, ez nyilván ezért nem egy könnyű feladat, de egy sokkal egészségesebb feladat, mint hogyha csak egy e-mailt kellene írni, és amennyi pénzt kér az ember, annyit megkap, mert akkor idővel ez a fajta kontroll és ez a fajta húzás, ami most jellemzi ezt a létesítményt és a kollégákat, ez valahogy úgy elustulna. Úgyhogy... Ha konkrét számokat nem is mond, de azért az arányok hol vannak, mert az nyilván érdekes, hogy ha teljesen rá van kényszerítve egy intézmény arra, hogy bevételeket termeljen, akkor nyilván idehoznak olyan rendezvényeket, amik nem a budaörsieknek szólnak, nem a budaörsieké, hanem az a cél, hogy bevételt hozzon. Ha viszont azt mondjuk, hogy ez közpénzből épült és a budaörsieknek épült, akkor az a fontos, hogy a gyerekek ott minden este, hogy ott olyan mérkőzések legyenek, amik a budaörsiekért vannak, de az lehet, hogy nem hoz annyi bevételt. Hát én szerintem, hogyha
ha bárki visszanézi itt az elmúlt években, hogy milyen rendezvények és milyen események történtek vagy voltak a csarnokban és az uszodában, akkor nehéz olyat találni, ami valahol nem a budaörsieknek szólt. Tehát arra mindig nagyon odafigyeltünk, hogy bár a gondolkodás az jóval inkább piaci, mint sem egy ilyen támogatásból eltartott létesítmény, de minden döntésünk hátterében az van, hogy a lehető legtöbbet próbáljuk megadni a budaörsieknek, a budaörsi lakosoknak, hiszen ez a létesítmény valahol miattuk, értük épült, ennek a szellemében üzemeltetjük. Nyilván itt vannak olyan napi döntések, ami lehet, hogy egy-egy vendéget érint, lehet, hogy egy-egy panasz vagy kérésre válaszolunk, ami soha nem lát napvilágot, de azt gondolom, hogy nagyon nagy odafigyeléssel vagyunk. Hál' Istennek a kollégáim 95%-a is budaörsi lakos, pontosan ismeri a vendégeink rezdülését, a bérlőink igényeit. A gyerekekre, de gyakorlatilag mondhatom, hogy a teljes palettát, tehát majdhogy nem a csecsemő úszástól a szenior tornáig mindenki meg tudja találni a számára kedves elfoglaltságot, rendezvényt, és erre nagyon-nagyon odafigyelünk. Tehát mindent, akár itt ugye az árváltozásról beszéltünk, akár bármilyen olyan egyéb rendezvény vagy beosztásnál mindig figyelünk arra, hogy az egy kicsit itt kivételezve legyenek a budaörsiek. Most arról hallottunk az elmúlt hetekben, hogy az asztali teniszezők is szeretnének egy új csarnokot építeni, mert hogy nekik sincs elég helyük a sportcsarnokba. Ugye néhány éve mentek el onnan a teremfocisok, korábban ők is ott voltak, most már gyakorlatilag akkor csak a kézilabdások maradnak majd a csarnokban? Hát nem csak a kézilabdások maradnak, mert azért nyilván az Aramisszal is úgy vagyunk, hogy bármi olyan nagyobb mérkőzés van, ami esetleg túlnő a saját csarnokokon, akkor tudnak idejönni, ezekben az esetekben tehát van lehetőségük edzeni is előtte. De azt gondolom az asztali tenisz is, hogyha én nagyon drukkolok, és hogyha sikerül ezt a csarnokot megépíteni, azért nagy valószínűség szerint valamilyen szinten ha utánpótlásbázisba bármibe, de nyilván fognak tudni itt maradni. De erre meg azt mondom, hogyha mindenki jól végzi a dolgát, és hál' Istennek úgy néz ki, hogy a nálunk dolgozó klubok is és sportok is jól végzik a dolgokat, akkor az egy nagyon-nagyon törvényszerű dolog, hogy mindenki növekszik, fejlődik, és a meglévő felületeit a lehető legjobban próbálja megtölteni, kihasználni, és eljön mindig az az idő, amikor az a felület, ami a kezdetekkor még egy bőséges nagy felület volt, az eljön az a pont, amikor azt már kinövi valamelyik szervezet. Nálunk nyilván szinte mindenhol jelentkezik ez. Próbálunk a magunk keretei között helyet, vagy más megoldásokat biztosítani. Tehát itt azért érdemes egyszer mondjuk délután bejönni, hogy a csarnoknak gyakorlatilag a színpadtól majdhogy nem a folyosókig minden négyzetcentije ki van használva, és ebben azért próbálunk rugalmasan segíteni. De miért van ez a fejlődés? Mert én még emlékszem arra, amikor még csak a régi focipálya volt meg Budaörsön, még az Árok utcai létesítmény sem volt, aztán az megépült, épült mellé egy szabadidőpark, most ugye azt is bővítik, megépült az Aramis csarnok, megépült a városi úszoda és sportcsarnok, most építenek az asztali teniszezők is egy csarnokot. Ennyivel többen sportolnak? Ennyivel nagyobb az igény a sportra? Részben ennyivel többen sportolnak, és ennyivel nagyobb az igény, részben azért, hogyha ha picit a saját házam tájára, a vízilabdára gondolok, amikor én felnőttem, akkor egy-egy gyerek csapatban volt 10-14, hát nem 10, hanem mondjuk azt mondom, hogy 12-15 játékos, ami egy teljesen optimális méret mondjuk egy gyerek vagy egy serdülő csapatnál. Ma minden klub rá van arra utalva, hogy akár a TAO sportágak a létszám miatt, akár az egyéb sportágak a tagdíj miatt, hogy a lehető legtöbb gyereket behozzák ugyanarra a felületre.
Tehát ugye sokszor valahol a szakma ellen szól, hogyha lemegyünk ugye a sport szakmai kérdésekre, hiszen nyilván ugyanazon a felületen kétszer annyi gyerek kevesebb lehetőséget tud, kevesebb edzés feladatot tud megcsinálni, de sajnos itt meg a szakmaiság kerül sokszor háttérbe. Úgyhogy, és arról nem is beszélve, hogy azért az elmúlt 10-15 évet, hogyha nézzük, akkor a tömegsport az sokkal nagyobb teret nyert, hála az égnek. És ennek van olyan eredménye, hogy egy, egészségesebbek vagyunk, kettő, tök mindegy, hogy milyen sportágban, de eredményesebbek vagyunk mi magyarok, mint korábban? Hát ez megint hullámzó, mert ez sportág specifikus generációk kérdése, van egy jó csapatsportoló egyéni teljesítmény. Arra nyilván én nem tudok itt most válaszolni, egészségesebbek vagyunk, mert azért ez olyan szociológiai, szociométriai mérés, amivel én most nem készültem. Véleményére vagyok kíváncsi. Inkább azt mondom, hogy bízom benne. Okay. Beszéljünk akkor az úszodáról és a sportcsarnokról. Milyen nagy rendezvényeket terveznek az idei évben? Milyen nagy terveik vannak? Folyamatban van ugye egy öltöző felújítás, ami részben TAO támogatásból valósul meg. Szóval milyen elképzelések, tervek vannak a sportcsarnokban és az úszodában? Készültem egy kis puskával azért, hogy nagyon-nagyon fontos dolgokat ne adjak el. Ugye ami most így az egyik legnagyobb rendezvény, az Orán koncert lesz. Ugye most volt egy Boyki Brothers koncert, ami nagyon nagy sikert hozott. Nem először a csarnokba, jön áprilisba az Orán koncert, amit már most azt lehet mondani, hogy szinte 100%-ig tudunk, hogy teltházas lesz. Számtalan olyan visszatérő rendezvényünk van, ami nem biztos, hogy ilyen nagy országos, szinte jelentős, ugyanakkor a csarnok életében fontos szerepet játszik. Itt ugye vannak céges rendezvények, egyre több a szalagavató, tehát most már Budapest belső kerületeiből is sokszor keresnek minket, ami nyilván azt mutatja, hogy mind az elhelyezkedésbe, mind talán a szolgáltatásba és az árba is tudunk a piacon versenyezni. És természetesen, hogy ezt meg tudjuk tenni, ahhoz azért kellenek olyan felújítások, beruházások, amik részben folyamatban vannak, részben tervben vannak. Én mindig el szoktam mondani, ezek nem mindig látványosak, tehát sokszor vannak olyan beruházások, amit vendég talán észre sem vesz, csak esetleg annyi, hogy nagyobb a víznyomás, melegebb van a csarnokban, nem fázom annyira, mint korábban, de próbálunk olyan beruházásokat is csinálni, amik azért látványosak, tehát itt ugye az öltöző felújítás, de van öltöző, illetve úszoda padok felületeinek javítása, volt idén szűrőt töltött csere, volt tető, szigetelés javítás, volt gyakorlatilag folyadékhűtő bővítés, tehát nagyon sok olyan feladat van, és azért ez a lista, ez azt kell mondjam, hogy hiába megyünk végig egy-egy területen, ez évről évre azért egyre nagyobb és hosszabb lesz. Hát most már nagyjából 10 éves a csarnok, tehát ilyenkor azért egy nagy felújítás már ráfér mindenre, akár otthon is, ha kifestjük a szobát, 10 év után újra kell festeni. Hát nem nagyjából, nem 10 évesek leszünk, tehát ez egy nagyon szép évforduló lesz, és nyilván próbálunk mi is egyébként erre egy picit rácsatlakozva kicsit többet kedvezni, vagy esetleg olyan programokat találni, ami ennek az apropóján kicsit vissza is tudunk adni a vendégeinknek, hiszen azt mindig elmondjuk, hogy hiába vannak néha gondjaink, problémáink, azért a budaörsi lakosok látjuk, hogy nagyon szeretik a létesítményt, szeretettel használják. Néha nem mindig esik jól, de azért egy pozitív kritikákat, amikor megfogalmaznak, azokra folyamatosan próbálunk nem csak írásban vagy szóban válaszolni, hanem lépni is, és ezt hála az égnek nagyon, nagyon jó visszajelzések vannak ebbe.
Úgyhogy valahol ez egy ilyen közös gyermek, akit úgy közösen nevelünk. Akkor még egy kicsit a szolgáltatásokról beszéljünk. Volt a közelmúltban egy kényeztető szauna hétvége, Winter Sauna Time volt a neve, de van úszásoktatás, babamama úszás, szeniortorna, masszázs, és mi még? Tehát fejlődnek-e, bővülnek-e a szolgáltatások? Hát gyakorlatilag a szauna felöntések azok, hogyha említettük, akkor hál' az évek olyan népszerűek, hogy ugye két hetente volt, most már szinte minden hétre építünk be, de tervezünk egyébként Valentin napra kedveskedni a vendégeinkkel, próbálunk majd a gyerek napra külön készülni, itt azért már vannak olyan beszállítók, akivel ez is stratégiai megalapodást kötöttünk. Úgyhogy folyamatosan keressük egyébként azokat a felületeket, ami tényleg minden korosztálynak tud valamit pluszba adni. Nyilván nagyon sok szezonális szolgáltatásunk van, tehát akár az úszásoktatás, akár az intenzív úszás, a nyári táborok, de mondom, itt is arra törekszünk, hogy ha minden évben nem is tudunk teljesen új szolgáltatással jönni, akkor a meglévő szolgáltatásainkat próbáljuk egy picit javítani, fejleszteni. És mondom, vannak olyan idézőjelben apróbb lábak, amik nem is elsősorban nekünk a profitot hozzák, vagy ez az, ami megmozdítja a költségvetést, hanem inkább itt megint csak arra próbálunk törekedni, mint például a szülinapi zsúrok szervezésével, hogy tényleg akik itt velünk, körülöttünk élnek, budaörsi lakosok, azok ha lehet, akkor a lehető legtöbb területen próbálják meg kihasználni itt az adottságainkat. Tehát én látom azt, hogy például ezek a szülinapi zsúrok egyre többen jönnek hozzánk, óriási élmény a gyerekeknek, amikor nem csak beterelik őket egy szobába és ott örjönkednek, hanem gyakorlatilag itt szakképzett kollégák a Tammedencébe szerveznek nekik versenyeket, programokat. És akkor a tortát nem vigyék be a medencébe. Tortát nem viszik be. De tényleg azt mondom, hogy utána lehet látni ezeken az arcokon, hogy amikor kijönnek, tortáznak, sütiznek, hiszek az üdítőt, hogy ez a kellemes fáradtság és az a nagyon-nagyon mosolygós, boldog arcok. Úgyhogy mondom, próbálunk ez irányba menni. Egyébként próbálunk rendezvénybe is. Azért nem akarok példákat mondani, mert egy, nem vagyunk olyan előre haladott állapotban a tárgyalásokban, kettő meg azt sem akarom, hogy valaki körülöttünk esetleg lelője a terveinket, de vannak olyan rendezvény ötleteink, ami itt a régióban, de akár még Magyarországon is elég újszerű lehet. Aztán, hogyha sikerül, akkor arról nyilván már részletesen be tudunk számolni. Akkor várjuk ezeket. Köszönöm szépen, hogy elfogadtam a kívásunkat. A Városi Magazin után előbb Bétót László és az Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó című műsor következik. Éles István lesz a mai vendége, utána pedig jön majd a K.O. politikai vitaműsor, de még előtte most programajánló. A Koldus Opera című előadást nézhetik meg a budaörsi Latinovic Színházban szombaton este 7 órától. A darabot Fehér Balázs Benő rendezte, Bicska Maxi szerepében Brass Bencét láthatják. Farsangi jelmezcserét és jelmezkészítést hirdetett a Zöldkör Egyesület vasárnap 10 és 12 óra között a lakótelepi közösségi házba. Ha van maskarájuk, de kicsi, akkor elcserélhetik, és ha csak alapanyaguk van, akkor segítenek az elkészítésében. És végül, de nem utolsó sorban a Magas Tátra rejtélyes világába vezeti hallgatóit Kozári Karina előadásával, amit a Művelődési Ház Világjárók sorozatában tart hétfőn este 7 órától. Legvégül, mint mindig, az elérhetőségeink, a telefonszámunk 611-522, az e-mail címünk bvtv@bvtv.hu. Írjanak nekünk, vagy hívjanak bennünket, ha van véleményünk, vagy kérdésük bármiről, ami budaörsi. És ne feledjék,
hétvégén, most hétvégén is, mint minden hétvégén megismételjük az összes heti műsorunkat. Egymás után láthatják az egyes napokat és azon belül az egyes műsorokat. A hétfői első műsorral, a hétfői Városi Magazinnal kezdünk. Vasárnap reggel 6-kor és délután 5 órakor, és ugyanez lesz a helyzet előtte, tehát szombaton is. Nézzék meg, ha valamiről lemaradtak. Én már köszönöm a figyelmet, kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra! Városi Magazinnal legközelebb hétfőn 18 órakor jelentkezünk, itt a Budaörsi Városi Televízióban.